Sziasztok, ez itt a Gumiszoba, ahogy megszokhattátok, vasárnaponként 10 órától éjfélig csapást mérünk a közízlésre. Ezúttal Attilával, hogyha vágó észnél lenne, és együtt lélegezne a műsorral, és Zolival természetesen velem. Igen, köszönöm. Ennyi. Na, számból vetted ki a szót. Ennyi. Hamarosan az elérhetőségeink, és kint lesznek a képernyő alsó egy negyedében, egy hatodában. A Skype-ot azt ne vegyétek túl komolyan a mai napon, mert ma Skype-olni nem fogtok tudni majd. Nyilván megoldjuk azt is, de első körben most a Dorottya laptopjával kell megoldanunk mindenféle vizuális, audiovizuális effektet a televízióban, úgyhogy most a Skype-ot már nem sikerült ilyetén formában regisztrálni kell, mert ugye már föl van telepítve, csak nincsen regisztrálva az a fajta Skype fiók, ami ehhez kell, hogy velünk tudjatok Skype-olni. Igazság szerint most egy darabig ez a hármas felállás lesz, egyébként még ez sem feltétlenül igaz. Igen. Hát még kopogjuk le. Majd még kiderül, de most egyelőre velünk fogjátok tudni beérni, és szerintem ne is húzzuk az időt, nem rögtön csapjunk bele az első témába, mert elég sok mindenről van, mit beszélünk, főleg a második órában szerintem az egy több órás beszélgetés lehetne. Az első, igen, az első téma majd hozza magával a másodikat, mert az egyikből következik valójában a másik. Nem tudom, láttátok-e azt a csodálatos videót, ami azt hivatott elhirdetni a világgal, hogy a magyar rendőrök a menekülteket agyba főbe verik a magyar határon, és hát egy ilyen interjú van fönt különböző menekültekkel, akik állítólag a déli határ szerbiai oldalán, a kerítéstől nem messze, nyilatkoznak az egyik vezető internetes hírportál tudósítójának arról, hogy velük milyen durva bánásmódban részesítjük őket a rendőreink. Nem tudom, láttátok ezt a videót? Volt szerencsétlenségünk. Én is láttam. Megmutatnánk, de két dolog. Az egyik az, hogy nem szeretünk idegen tollakkal ékeskedni, főleg mi, hogyha valaki csak akkor kapcsol be egy pillanatra az adásba, amikor éppen a videó megy, ami szerintem, hát nem állítom, hogy nettó hazugság, mert ilyet nem mondhatok, de azért nekem van egy-két fenntartásom a videó tartalmával és megjelenítésével kapcsolatban. Hát most csak itt tényleg azoknak, akiket érdekel egyébként, ha beírják azt, hogy magyar rendőrök menekülteket vernek, akkor az adott hírportálnak, egyébként meg nevesítjük, az Index hírportálnak az egyik videójáról van szó, és ott a tudósító ugye hosszan beszélget. Én idézőjelbe tenném még a menekülteket is, menekültekkel, akik elmondják, hogy, és akkor itt jönnek az érdekességek, a videó először is egy olyan helyszínen forgatódik, vagy forgott, ami akármi lehet. Tehát, hogy ilyen szemetes erdősávot Budapest külterületén bármelyik erdőben lehet. Tehát amit beszéltünk is az Attilával, ugye, hogy filmesek révén körülbelül 5 perc alatt dobunk össze ilyen videót, gond nélkül. Szerintem tehát, hogy... ez filmesnek se kell. Igen, ez szerintem egy mobiltelefon. És egy mobiltelefon, és utána egy kicsit a vágóprogramban annyival kell beleküzdeni, hogy a delikvenseknek az arcát ki kell takarni. Hát a videó, akkor hogy nézzük, hogy tételesen. Tehát először is a videó nem győz meg engem arról, hogy ez a déli határszínen. Mondjuk el azt szerintem, hogy a videó 5,5 perc, amit körülbelül 10 másodperc után ugyanazt látod még 5 percig. Igen, ez a vágóképek is gyakorlatilag ugyanazok, és az elején beharagozott. Mindig van egy ember, aki sír, hogy őt bántották a magyar rendőrök. Angol nyelven. Angol nyelven természetesen. Elmondanak ugyebár olyan mindenféle sérelmeket, amiknek elméletileg bizonyító erejű testi jelei is lehetnének, de valahogyan ezeket vagy megmutatják, vagy hihető, vagy nem, tehát nem tudom. Valójában nem mutatják meg. Van például egy olyan állítás benne, amikor az úriember zsebre dugott kézzel azt nyilatkoztatja ki magából, hogy ő neki a rendőrök többször ráléptek a kezére. Hát ugye várnánk, hogy ugye, tehát úgy néz ki, hogyha én mondom, hogy az ilyen kezemre ráléptek többször a rendőrök. És így megmutatom. De hát ők valahogy nem mutatják meg a kezüket, zsebre dugott kézzel továbbra is áldogált. Ha vannak benne mutogatások, sebek, azról is szerintem vehetsünk egy-két hát, szót. A kutyaharapás, ami egy 10 éves ilyen egyenes heg. Gyakorlatilag látszik, hogy egy műtéti heg, ami körülbelül 10 évvel ezelőtt keletkezett, és azóta már szépen úgy, ahogy kell, be is gyógyul. Van egy törött ujjunk, amit állítólag begipszelt, és akkor itt jön következő aggályos pontja a videónak, hogy ki van írva fordításban, hogy ezt egy szabadkai zárójelbe szerb, tehát hogy nehogy véletlenül azt gondoljuk, hogy esetleg egy magyar származású orvos, hanem kifejezetten egy szerb ember, egy szerb orvos gipszelte neki. Ezzel nyilván azt akarták sugalni, hogy ugye a magyar orvos még be se gipszelni, akkor már annyira gonosz. Na most az a helyzet, két gondolat, hogy a szabadkai se gipszelte, csak betekelték egy rongyban. Semmivel se, tehát a szabadkai szerb orvos, aki szerintem ebben az esetben nem létező személy,
Egyrészt, hogyha így gipszelnek a szabadkai orvosok, akkor nem szeretném Szabadkán eltörni az ujjamat. Egyrészt az nem gipszelés, az nem gipszelés, egyrészt ugye az nem gipsz a kezén az úriembernek, egy jó esetben egy sínbetett bekötözés. Másrészt meg az a bekötözés az körülbelül annyira szakszerű, mintha az Attila csinálta volna nekem most. Képeket? Szerintem az Attila... Egyébként képeket tudunk mutatni, nem? Tehát... Igen, állóképeket tudunk mutatni, igen, tehát hogy tényleg a videóba bele tudunk menni, és akkor tényleg csak egy a sérülés, tehát a kutyaharapást megmutatnánk akkor ebből a videóból. Egyszerűen csak azért hoztuk fel ezt a témát, mert nem állítom, hogy a magyar rendőrök minden esetben angyalok. Tehát nyilván nekik is megvannak a maguk is túlkapásaik. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk az adásban arról, hogy a törvény erejével élve, de nem visszaélve kell megtartani a rendet. Most azt eresszük el, hogy az az ember, aki átmászik a kerítésen, ne adj Isten átvágja a kerítést, ami ugye Magyarországon most már ugye bűncselekmény újból. Tehát egy ember, aki bűncselekményt követ el, sérelme ez, hogy a rendőrök vele szembe eljárnak. Ez az egyik. Tehát nem kell átjönni a kerítésen, hanem meg lehet tenni ezt a hivatalos határátkelő helyet. Szerintem még mielőtt elmondanál mélyülni, beszéljünk még egy-két szót erről az oknyomozó újságírásnak a stílusáról. Erről a formájáról, igen. Elvileg az oknyomozó újságírás arról lenne hivatott szolgálni, hogy bebizonyítson olyan dolgokat, amik úgy stiklibe mennek. De itt ebben az 5 percben nem látunk semmit. Tehát gyakorlatilag semmi nincs bebizonyítva. Semmit nem mutatnak. Mert ahhoz, hogy az az állításuk, a hipotézisük, hogy a csúnya magyar rendőrök bántják szegény menekülteket a határon, ezt állították. Ehhez képest mutatnak 10 embert, akivel beszélgetnek, és elmondják nekik, hogy igen, bántottak. Tehát ez nem oknyomozó újságírás, ez semmi. Ráadásul igen, megnézzük először is az egyik, állj meg egy pillanatra ezt a képet. Itt van a begipszelt kéz, ezt meg tudjuk mutatni. Hát szerintem ez nem kell orvosnak lenni, hogy itt lássuk, hogy ez nem egy szakszerű bekötésre kéz. Lehet bárkinek a keze egy hétvégi favágás során, vagy egy kalapálás során. Igen, igen. Hát, ez egyébként annak az úriembernek a keze, akit látunk a videóban, egy valószínűleg egy afrikai úriember, tehát legalábbis sötét színes bőrű, tehát fekete bőrű emberről beszélünk, aki egy teljesen érthetetlen halandzsa nyelven, tehát mintha most Attila, légy szíves, fordítsd le, amit én mondok, jó? Tehát, hogy egy ilyen szintű beszélgetés képzelünk. Eleve ki vagyok takarva, tehát nem látszik az arcom, és ennyit lehet hallani. A magyar rendőrök megvertek. A magyar rendőrök gonoszak. Ja. A magyar rendőrök bántanak. Ennyi. Tehát körülbelül ilyen szinten van ez a videó megszerkesztve. Látom, kerekedik a szemed. Tényleg nézd meg, ha nem hiszed. Hát, hogy tényleg így gondolják. A másik tudjuk meg az... mutatni, hogy mennyit látunk. Azokat a sebeket szerintem mutassuk meg, mert körülbelül ilyen évekkel ezelőtti behegesedett sérülések. És elvileg, ha ők ugye háborús a vezetbe jöttek, akkor gyakorlatilag mindegyiken van legalább tucatnyi ilyen seb. Ott van az... tudjuk mutatni? Igen. Ez egy rendőr bántalmazta őt. Tehát nem tudom, látjátok-e, hogy ez egyrészt semmi, tehát nem is horzsolás, mi ez? Lehet egy 10 évvel ezelőtti égési sérülés. Vagy valami, nem tudom megállapítani se, de hát nyilván ez nem most keletkezett, tehát ugye elmondása szerint ő ezt most szerezte a határsában, a rendőröktől, a rendőri mutatást. Szeretném megmutatni a kutyaharapást, keresd már meg, légy szíves, a kutyaharapást. Mindegy, van benne egy olyan egyébként állítás. Egyébként tudod, mire hasonlít a legjobban, mint hogyha kiszívták volna a nyakát. Egyébként tehát, ez a ki tudja, mit csináltam. A másik ilyen érdekes a gonosz állítás. Gonosz magyar vámpír rendőr. Másik érdekes állítás, amikor a rendőrök késekkel direkt tönkreteszik az ő mobiltelefonjaikat, összevagdalják a SIM-kártyájukat késsel, mert hogy a rendőrök azok késsel járkálnak. Tehát, hogy mi rendőrjénk, azok ilyen bicskás emberek, akik így bicskával telefonokat vagdalnak szét. Akkor van egy ilyen, hogy vödörrel, tehát vizes vödörrel járnak, és belenyomkodják a menekültek fejét ezekbe a vizes vödrökbe. Tehát, hogy egy ilyen állítás, és érezzük, hogy mennyire reális az, hogy a hatásában egy vödör vízzel sétál egy rendőr azért, hogy a menekültet meg tudja fogni és belenyomkodhassa jól a fejét. Majd ennek az eseményeknek, a tortúrának a vége, az egyik rendőrben fölébred valami emberiesség, és rákiált a többiekre, persze ezt a mi menekültünk érti is, rákiált a többiekre, hogy ne csináljátok, mert még a végén megölitek. Na most 3 gondolat. Azt feltételezett, hogy nem tudnak magyarul a menekültek? Vagy a menekültek tudnak magyarul, vagy vagy angolul kiabálnak egymással, ne adj Isten arab nyelven a magyar rendőrök, hogy a menekültjeink is értsék azt, hogy éppen mit kommunikálnak egymás közt. Tehát a vágóképekről ugye nem is kell túl sokat. Ja, mert szelfiztek velünk a rendőrök, miközben bántalmaztak minket. Igen, az is tök reális. Tehát hogy valószínűleg ilyen bizonyítékokat gyártanak saját maguk ellen a magyar rendőrök. Ez igen, tehát ennyire hülyék a magyar rendőrök, hogy saját maguk ellen azt a kutyaharapást, azt annyira keresem. Meg kéne keresni. Az viszonylag mondom. Az elején volt, nem? Többször megmutatják, már az elején is egyszer. Kutyát is. Aha,
Igen. Mindjárt meg lesz gyermekem. Nem biztos, hogy ott mutatják azt. Komolyan mondom, hogy csak a magunk szórakoztatására jövő hétre gyártson már egy ilyen videót, tehát hogy egy ilyen fake, tehát egy igazi fake videót, nem? Tehát, hogy így kibánt kicsodát éppen mikor. Tehát mondom, ez akár az újpalotai kísérdőbe le lehet forgatni. Ott is ugyanennyi szemét van, ott is van egy ilyen valami út, ami lehet így poroszkálni. Tehát, hogy meg a másik mondom, hogy például bemennek egy szállásra, egy épületbe, egy elhagyott épületbe, ahol hogy nem, angolul, ugyanazzal a betűvel egyébként. Egy ott van. Tehát nézzük meg, Sweet Home, igen. Tehát, hogy ez otthon, édes otthon. Igen, otthon, édes otthon. Ez abszolút jellemző a menekültekre, hogy szénnel ilyeneket írnak föl. Nem mondjuk, ennek az egésznek az az érdekesség, hogy a videó végén újból feliratot láthatunk a falon, ezt is mindjárt megmutatjuk. Nem tudom nem észrevenni a hasonló betűt. Igen. Mutassuk meg, ugyanaz az E betű, tehát hogy nem tudom, látjátok, hogy ezt ugyanaz az ember írta föl. Na most ennek ugye meg, ha nem bírod a menekülteket, tegyél azért, hogy ne váljanak hozzá. Igen, hát ez egy abszolút a menekültekre jellemző viselkedés forma, amikor hogy filozofálnak így rá a falra. Tehát ők ezek az ilyen filozofáltó fajták, ezek a menekültek. Ők így, ilyen az utókornak szoktak ilyen üzeneteket hagyni. Az a baj ezzel a videóval, hogy tegyük föl, vannak túlkapások a hatásában. Csak ez alapján, nem látjuk benne. Ez alapján, a videó alapján inkább arra vagyok kicsikét hajlamosabb, hogy ez inkább egy ilyen megrendezett dolog, mert ez a videó megrendezett, és innentől kezdve maga a hír, ami akár még igaz is lehetne, az is teljesen hitelét veszi. Nevezzük nevén, ez egy hangulatkeltő bullshit. Semmi más nem jó, mint kelteni a hangulatot. Igen. Látjuk ez a szegény. Ez egy nyíltan ugye ellenzéki hírportál. Csak az a baj, hogy ők nem értik meg azt, hogy ők most ugye ők a kormányt támadnák ezzel. Igen. Hát az csak az a baj, hogy nem a kormányt támadják, és akkor nektek súgok, nem a kormányt támadjátok, hanem a magyar embereket támadjátok, és a magyar országot, a hazátokat, hát a nevezhetjük a hazátoknak, a hazátokat járatjátok le nemzetközi szinten. Ez a baj ezzel a nyílt, pofátlan, hangulatkeltő hazugsággal, amit itten fröcsögtök hónapokon, vagy már most már szerintem másfél-két éve folyamatosan bele a világba. Úgy azt a kutyaharapást, azt annyira meg akarom mutatni. De még azt azért kelljünk egy picit a védelmükre, még hogyha esetleg igaz is, amit állítanak a videóban, akkor sincs benne semmi bizonyíték semmire. Tehát ez csak egy rágalmazás. Ezután lesz a kutyaharapás szerintem valahol. Igen. Megvertek, megrúgdosták, ott mutogatja a lábát, hogy rúgdostak. Annyira várom ezt a pillanatot. Jó, te keresed, Dorottya, addig még ki. Hát igen, ez a baj ezzel a videóval, hogy tegyük föl, hogy amit állítanak, az mondjuk 100%-ban idő. De ne legyen 100%, 70. Legyenek 50. Túlkapások, hogy elő is fordulnak. Jó, de ezt egyet nem látunk ebben a videóban. A mai világban, ahol a 21. században minden egyes menekültnél olyan mobiltelefon csodák vannak, hogy az valami beszarás, a belvárosban nem kapsz ilyet a mobilshopokba, egyiknek sem sikerült még soha felvetni. Tudod, mik ezek? Olyan, mint az UFO. Ez olyan, mint az UFO, komolyan mondom, hogy valahogy soha, vagy a Yeti, hogy a 21. században, amikor a legócskább béna-béla telefonban is olyan kamera van, baszki, hogy mozifilmet forgatsz vele, valahogy se UFO-t nem sikerült még lefilmezni igaziból normálisan, se Yetit nem sikerült lefilmezni, a Loch Nessi szörnyet se sikerült. És mi van akkor? És a menekültek verését. Várjál. Vasalt kesztyűvel kezdte verni a fejünket. Mik ezek, lovagok? Vagy? Várjál, mi van akkor, hogyha a magyar rendőrök elvették a telefonjukat? Várjál, van egy ilyen rész. Mondja, ahol a telefonjukat összetörték, igen. Lehet, hogy nem törték, azt lehet, hogy elvették, hazahozták, eladták, abból mentek el nyaralni, vagy esetleg nekiadták a gyerek, nem tudom. Igen, ki tudja. Egyébként már a telefonról beszélnek, hogy a telefonjukat elvették, összetörték, mutogatnak, hogy törték a telefon, és hogy a SIM-kártya olvasót szétcseszték benne, de nem hangzik el például az, hogy a memóriakártyát kivették. Uh-huh. Arról nem is beszélve, hogy nehezen hiszem el, hogy mindig csokorba tudják szedni az összeset, tehát soha nincs a bokorba elrejtőzve egyetlen egy darab se, aki a mobiltelefonjával ezt az eseményt rögzít, és soha nem sikerül. Éljünk együtt az adással, amikor a Zoli bácsi beszélne, a két másikat mutatja, baszki Gáborom, mutatja a két embert, így ülnek. Így. Hallgatunk. Imádlak, Gáborom. Na, mindjárt meg lesz az a... De mondom, hogy kutya harapás, és utána eresztük is ezt szépen. De és most akkor mutat egy törött mobiltelefont, és akkor mi van? Mennyi esélye van annak, hogy itt a rendőrök törték el, és mennyi esélye van annak, hogy amíg Szíriából, vagy én nem tudom honnan jöttek, háborús övezetből összetört az úgy. Vagy a másik az, hogy rálépett direkt. Tehát most itten, és itt van az az ominózus ember, aki valami érthetetlen nyelven beszél, itt van ő. Igen, és ott van egy tolmács, aki szinkronban valahogy találtunk itt a helyszínen egy olyan embert, aki beszél valami afrikai nyelvet, ki tudja melyiket.
De azt viszont szinkronba, tehát profin szinkronba tudja fordítani. De mondom, nem akarok reklámot csinálni az adott hírportálnak, föl lehet menni és meg lehet nézni. És mondom, ezzel tényleg csak annyi a baj, hogy ha ez egy igaz történet, akkor viszont ezt nem így kell tálalni, hanem akkor tényleg, akkor oknyomozni kell, akkor oda kell menni, akkor el kell bújni a bokorba, és ott le kell magyar oldalon. Magyar állampolgárként, egészen biztos, főleg újságíróként, egész biztos vagyok, hogy oda lehet menni egészen közel, nem fogják őket onnan elhajtani. Tessék egész napot. Most tereljük is egybe láthatom. És mi van akkor, hogyha ez igaz? Tehát ugye, ha jól tudom, a magyar rendőrök egy államnak a határát védik, amit éppen megostromolnak illegális bevándorlók. Mit kéne tenniük? Tényleg simogatni, vagy virággal mi? Fogadni őket? Láttuk, hogy ez a Willkommen a világ nagy részén, hova vezet. A világ nagy részén, legalábbis az országoknak, hát ha nem is a többségén, de jó részén, géppuskával fogadják az ilyen embereket, és lelövik őket egyszerűen. De ahonnan jönnek, azokban az országokban, ha én megpróbálnék bemászni a kerítésen, jó eséllyel nem jutnék el a kerítésig sem. De nem hanem az ígéret földjén Amerikába. Tehát megpróbálnál átmenni, hát lelőnek, és akkor semmi nem történik. Le lett elő, és kész. Hát ennyi. Tehát, igen, hogy igaz, hogy... Bocsánat, hogy a mobiltelefonot, az ő mobiltelefonját összetörték, az enyémet itt körben, tönkretették a SIM csatlakozást és a gombokat is. Igen, a rendőröknek erre van idejük egyébként, tehát nincs jobb dolguk, mint mobil szerelő üzemet üzemeltetni, és késsel berhelni a mobiltelefonot. Tehát nem egyszerű egy kőre rátenni és rátaposni, igen, késsel, igen. Késsel. Nem, tegyük fel, hogy ezek ugye illegális határát bevándorlók. Rendőrök ezt a sérüléseket okozták, amiket mutattak nekik. Hát ennél humánusabb országvédelmet el sem tudok képzelni, hogyha emberek a rendőrök így tudják megvédeni a határt, hogy ennyi sérülést okoznak. Főleg, hogy már harmadszorra neki fut, tehát, mert valamelyik ugye bevallása szerint harmadszorra futott neki a héten. Tehát, hogy egy ilyen, hogy mondjam, bűnös ismétlő. És ha úgy veszük, hogy ugye a három csapás törvény Magyarországon elég régóta már hatályos, ugye harmadszorra ismételte a bűnt, már a legsúlyosabb bűn, vagy a bűn, mondja, a büntetést kéne vele szemben alkalmazni. Ez a kedvencem, bocsánat. Igen. A rendőrök úgy verik őket, hogy az izmok belső részén okozzon fájdalmat. Hát ők egy Shaolin Kung Fu, tehát a rendőrök azok ilyen akupresszúrás pontokat támadnak, mert hogy ők ilyen, sőt, ők valami szerintem ilyen chi energiával. Kívül nem? Nincsenek nyomok, csak belül fáj. Milyen érdekes, nem? Milyen érdekes. Ilyen a világon nincsen. Tehát hogy ki az anyám vesz be ilyen baromságot? És káromkodnak velük. És káromkodnak velük a rendőrök, képzeld el. Hmm. És azt honnan értik? Igen, honnan értik, hogy káromkodnak? Igen, megpróbálnak kurva anyázni, csak... Mint is mondtam, hát, mire ahogy ők ahogy mondják ezt a kurvát, nem így mondják, hogy kurvói vagy kurvíj vagy valami, az inkább valami szláv nyelvből, tehát inkább a szlovének, szerbek, vagy a szlovákok, azok kurváznak így, hogy ők mondják máskül kurvi, tehát hogy ezek inkább szláv nyelvre hasonlítanak. Meg a másik, hogy honnan tudja, hogy a magyar nyelvben melyik szó káromkodás, mi a szitok szó, honnan ismeri a magyar nyelvet? Igen. Nyilván nem ismeri. Igen, akkor itt van egy ember, itt a videóban, ezt most nem mutatjuk, csak mondjuk, érdemes megnézni. A háttérben valaki kiabál angolul, hogy fuck you Hungary, tehát hogy bazd meg Magyarország, stb. És akkor ugye megmagyarázza a másik ember, aki az arcát nem adja ehhez, csak egy jacket látunk belőle. Megmagyarázza, hogy nagyon dühös a bácsi, mert őt nagyon-nagyon-nagyon megverték. De a nagyon dühös bácsi, akit nagyon-nagyon megvertek és a háttérből kiabál, valahogy az operatőr nem siet átfordulni a nagyon dühös bácsira, hogy őt is megmutassa. Egyébként a nagyon dühös bácsi tök egyszerű, akkor nem kell idejönni. Igen, ennyi. Egyébként várjál a másik, azt mondja, nincs rosszabb a magyar rendőrnél. Próbált már belekötni egy amerikai rendőrbe, mert az ott helyben nagyon lövi. Hát vagy javasolnám. Vagy egy olasz karabinierbe. Igen, de én egy orosz rendőrt is nagyon szívesen ajánlanék, esetleg az FSB vagy a OMON. Most ezek megint elvileg háborús övezetből jönnek. Tehát ahol így a golyók meg a tankok így száguldoznak, tehát nincs rosszabb egy magyar rendőr. Ezek szerint még ehhez képest a magyar rendőr, aki csak áll, az rosszabb, mint amikor géppuskával lövöldöznek a feje mellett. Egyébként komolyan, hát, én azon gondolkodom, nem lehet, hogy kivágták már a videóból azt a kutyaharapást, mert az elejétől most végigjátszottam, és nincsen benne. Játsz le szépen engedő ízé, és akkor figyeljen ízében, mert tudja, ott az elején egyszer megmutatják. Azért érdemes megmutatni, mert az egésznek teljesen a hitelét lehet, elveszi az egyetlen egy sérülés, amit... Hát számomra ez a videó a 16. másodpercben veszti el a hitelét. Igen. Főleg, amikor az úriember elmondja, hogy a déli határszakasz szerbiai oldalán van, csak éppen a kerítés mellett csak kerítés. Csak éppen kerítés nem látunk a felvételeken. Tehát, hogyha én a határszakasz kerítés felüli, ott a, na gyerekek, és ott a harapás. És ott a harapás.
Ez egy kutyaharapás, hölgyeim és uraim. Hát a szőrével ez megvan. Kutyaharapás. Úristen, az se volt normális egyébként a szerkesztők közül, aki ezt a nyilvánvaló ostoba hazugságot bevágta, hiszen ez az egy kép bizonyítja azt, hogy ez a videó, ez kamu. Ez egy légvár. Ez egy nem is tudom micsoda, egy hámozott lufban. Hangulatkeltés. Ó, van telefonálva. Halló. 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 Halló, halló. Szép estét. Következő van, nekem az egészen az egy problémám van, hogy ez semmi másról nem szól, az, hogy az embereket egymás ellen hangolja, így is feszültség van ebbe az országba, így is problémák vannak, nem csak pártok, hanem emberek egymásnak esnek, és nekem az az egyetlen egy gondom van az egészen, hogy ezzel most megint a magyar rendőrséget akarjuk tulajdonképpen rossz fénybe feltüntetni a külföldi sajtó és a nemzetközi sajtó felé, hogy milyen gonoszak a magyar rendőrök. Holott ezt a főkapitány úr és a többi vezető megcáfolta, hogy egy ilyen történt volna. Soha az életben nem vettek meg migránsokat, és hogyha élőben közvetítették azt, amikor úgy áttörték a határt annak idején a tévében, mutatták egyenesbe, akkor valóban kellett, mert ugye átjöttek volna. Ott is kesztyűskézzel bántak velük, tehát a Fradi béközéppel nem bánnak ilyen kesztyűskézzel. Ezt tanúsíthatom. A magyar rendőrök nem bánnak ilyen kesztyűskézzel a Fradi béközéppel, mint ahogy a migránsokkal bántak. Nagyon finoman és nagyon kulturáltan és nem európai módon, nem is tudom, ilyen marsi vagy uránuszi módon komolyan mondom. Igen, tehát, hogy... Na most a másik gondom az, hogy nem csak ezzel az oldalval a probléma, több oldallal is gond van, mert rengeteg olyan álhírt tesznek föl, hogy eltűnt egy kislány, és közben egy Amerikában megölt 10 éves kislánynak a képét teszik föl, hogy eltűnt a 3. kerületben, és stb. Folytathatnám ezt a sort. És egyébként van egy lista, hogy melyik oldalak azok, amik tulajdonképpen kamu híreket hirdetnek. Hát a minden egybe blogtól elkezdve azt, ezt tudnom kell pont EU meg a mitten, tehát van. Igen, igen, na most az a legborzasztóbb, hogy ezt az amerikai kislány már hetek óta a közösségi oldalon látom, hogy elhúnyt, holott, illetve, hogy eltűnt a 3. kerületből, és aztán egy nagyon szomorú dolog, mert a szomszéd asszony erőszakolta meg, vagy a szomszéd erőszakolta meg, és elásta az ő kertjükbe ezt a kislányt. Szóval ez borzasztó, hogy emberek ezzel szórakoznak, hogy a másiknak a fájdalmát még jobban kihasználják, és ezt fölteszi erre az oldalra, hogy az ő gyereke tűnt el, holott nem. Tudom, ez nem tudom, egyébként az a baj ezzel az egésszel, hogy amikor tényleg baj lenne, akkor meg az emberek már nem fognak bízni ezekbe a dolgokba. Az, amikor jön a farkas, aztán vége aztán, hogy már nem jön a farkas. Igen, mert amikor megosztunk 30 olyat, hogy ezt meg azt eltűnt, meg elrabolták, meg vigyázzat, hogy így úgy, amúgy is, amikor egyszer valaki tényleg meg akarna egy ilyet osztani, akkor azt mondom, hogy jaj, de hát hagyjuk már, hát ez az ausztrál kislány, vagy az osztrák kislány, vagy a mit tudom én, onnan, új-zélandi kislány, akit 30 évvel ezelőtt nyilvánítottak eltűnt. Nagyon mocsok dolog ez, de én nem tudom elképzelni, hogy mi a franc haszna van valakinek ebből. Tehát ez kattintás, like vadászat, vagy megosztás, megíteni a Facebookot, vagy majd ezért, hírnevre tesz szert, és azt hiszi, hogy ezzel fog kitűnni. Én azt mondom, hogy ez az oldal különben, aki ezt csinálja, ez embertelen dolgokat tesznek föl, holott semmi nem igaz az egészből. Most a logikus, ott a kerítés, még egy kerítés. Most a rendőr gondolja, átmegy oda a szerb oldalra, és elkezdi püfölni a tényleg, hát ez is volt mondva. Tényleg, ez is volt mondva. 800 vagy nem tudom hány kilométeres szakaszt őriznek. Igen, akkor még arra van neki ideje, hogy ő még átmászkáljon, és egy kis kirándulást tegyen a szerb oldalra. És ért hozzá, hogy kell. Persze, ők átmennek és ott hajkurásszák őket, mert erre van kapacitásuk, hogy ők már a szerb oldalon is hajkurásszák a menekülteket. Ezen még az operatőrünk is. Na most, hogyha valaki egy ilyet szeretne csinálni, akkor zsebembe teszek egy kis rejtett kamerát, vagy eldugok a táskámba, és ott állok, és lesem, hogy mit csinálnak a rendőrök a migránsokkal. És nem az, hogy szinte egy megrendelő filmet fölteszek, ami nagyon jó, hogy mondja, sminkes és egyéb statisztákat fölbérelünk, és kiviszük a szeméttelepre, és figyelj, te vagy a migráns, jó, jászd el, téged agyonvertek, jó, jászd el, de nem vagy 40 éves az a sérülésed, az nem baj, azt majd megmondjuk, hogy friss, az ilyen gyorsan begyógyult neked. Igen. Ez a borzasztó, tényleg, hogy nem tudtak egy sminkes és azt hiszik, hogy fú, tényleg ez megy.
annyira igénytelen egyébként ez a videó, hogy tényleg még olyan egyszerű alap dolgokra nem figyeltek, hogy legalább akkor valós sérüléseket mutattak volna. Tehát tényleg, hát ezt mondom, ez akkor ment volna egy baleset, ez oda összekeni magát vérrel, és akkor kész, tényleg azt mondja. Ennyi lett volna, ennyi. Tehát, hogy annyira hülyének nézik a saját orvacsróikat ennek a hírportálnak a készítői, hogy már arra se törekednek, hogy csak a látszatát fenntartsák annak, hogy amit állítanak, az valahol igaz. Legalább a nyilvánvaló vágásra azt mondták volna, hogy megvágták. Vagy ahogy mondjuk, nem tudom, földre teperték valami drótba belefetrengetett. Én azért mondom azt, hogy ha valaki ilyet akarna, hogy ti mondtátok, hogy menjen ki, legyen egy bokorba, éjjel-nappal, lakjon kint, és nézze meg, hogy mit csinálnak a magyar rendőrök, akkor azt mondom, hogy oké, úgy, ahogy a többi oknyomozó riporter csinálja, kis rejtett kamera táskába, és ott megyek, és nézem, hogy mit csinálnak. Nem tüntetőleg egy kamerával, ami mondjuk biztos, hogy nem egy mini kamera volt, mert ugye egy hangmérnök is kellett hozzá, meg gondolom egyéb technika, ugye, mert ez nem úgy működik, hogy kivonulok, és akkor fú, fölveszem. Ugye, hogyha ezt így vették fel, akkor egy stáb is kellett hozzá. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha valaki ilyen adja a fejét, akkor úgy csinálja meg, hogy ez normálisan nézzen ki. Ott a zsebébe a kis zsebkamera, és úgy veszi föl, és nem azt, hogy... Meg az az érdekes, hogyha valakit vernek, akkor általában a videókon lehet látni, mindenki környéken szelfizi, vagy veszi föl azonnal a telefonjával, hát hogy ti is mondtátok. Ennél a videónál nem tűnik föl, valaki is elővette volna a telefont, és fölvette volna ezt az egészet, hogy őt megverték. Tehát, hogyha valaki ilyen történik, akkor az, akivel történik, vagy aki mellettem, az rögtön veszi föl. Rögtön mindenki veszi föl. Ezt próbálták ez azzal... Ebben az esetben nem áll meg, tehát... Ezt próbálták, vagy ennek próbálták elejét venni azzal, hogy egy ilyen hülyeséget kitaláltuk, hogy a rendőrök az összes mobiltelefont összetörik, meg késsel megpiszkálják a SIM-kártyákat. Nyilván a SIM-kártya megpiszkálásával arra próbáltak utalni, hogy akkor a memóriakártya, csak hülyék voltak és rossz szót használtak, hogy a memóriakártyát megrongálják, tehát hogy akar, mert ugye egyébként lenne képi bizonyíték. Az almás telefonokkal, abban nincs memóriakártya. Hát szóval én nem tudom, de az igazság, hogy... Ebben a világban nem ezzel kéne foglalkozni, meg egymással szórakozni és a magyar rendőrséget lejáratni, mert én azt mondom, hogy amit nyilatkozott a rendőrség is, hogy ezt cáfolták. Tehát, azon kívül meg tegyük föl, most tényleg egy science fiction világban élünk, a magyar rendőröknek a nagy többsége tegyük föl gonosz ember. De hát akkor is van köztük legalább egyetlen egy jó ember, aki ezt az egészet látja, és meg akarja akadályozni, és fogja is lefilmezi, és jelentést tesz belső. Pontosan erről van szó. Tehát, hogyha egyedül ment oda a rendőr, mondjuk 300 migráns az is elkezdte fölni őket, egyed a többi kollégája megnézte, vagy... Vagy nem nézte, mert ugye akkor ők nem is látták, hogy nincsenek szemtanúk. Szurkolni, szóval a hülyeség az egész, és nem életszerű. Igen, az az igazság, hogy itt rengeteg olyan dolog van már az elmúlt két évben állítás szinten lehozva, mint igaz hír, ami persze egy ökölség, ami teljesen életszerűtlen szituációkat próbálnak letolni a torkunkon, hogy ezek így történtek meg. Úgyhogy én nem tudom. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál nekünk, és nézzél minket továbbra is. Jó? Mert nem tudom, az előbb, mintha Gábor jelezte volna, hogy van egy másik telefonálunk. Már nincs. Mindegy. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál nekünk. Itt vagy még? Megszakadt közben? Akkor viszont köszönjük szépen, hogy telefonáltál neki, nézzél minket tovább. Milyen remek érzékkel megéreztem, hogy megszakadt. Nem tettünk? Hozzászólásokat. Azt mondja, hogy műsor kezdetet óta. Füle Zoli első törvénye, a gumiszoba nem vészel, csak átalakul. Így. Aztán Facebookon akartalak nézni a gumiszobát, és ott szerettem volna írni nektek. Hát igen, most jelenleg sajnos a Facebookos vetítés, vagy ez megoldódott azóta, egy sugárzás? Az megoldódott azóta, megoldódott. Jó, de jó, akkor majd meg is osztom. Megoldódott. Aztán Balogh Dániel írja, ezek terroristák, és nem menekültek. Aztán Kafka Mercedes, sziasztok, hol a Wendy? Hát nem nézted az előző heti adást? Vendi egy picit pihenne, elfáradt szegényke, mert nagyon sokat dolgozik másik helyen, és a Restart nevű műsorát, meg ezt a műsort, meg a polgári foglalkozását nem tudja úgy egymás mellett folytatni, hogy ne készüljön ki, és már nagyon elfáradt, és most egy időre kivonta magát ebből a gumiszoba bűvköréből, de nem végérvényesen távozott, mint említette volt előző adásban. Tessék megnézni az előző adás ismétlését, hanem majd visszatért, tehát hogy nem tűnt el örökre, csak egy időre pihenőre vonult, azt, hogyha rendeződnek úgy a dolgai, hogy tud erre több időt szakítani, vagy a munkáját tudja úgy irányítani, hogy ne 3-4 óra alvás után kelljen másnap dolgoznia menni, akkor újból vissza fog térni. Lehet, hogy ez hamarosan be fog következni. Most addig viszont kénytelen vagy velünk beérni.
Aztán András Robitól egy kis kisegítést kaptunk, ez meg is oldódott, köszönjük szépen. Továbbá Nagy Norbert írja, most, hogy nincs a Vendi, ki lesz az ellenzék? Egyetértésben fog telni az adás? Ne hidd azt, hogy a Szvite Kati. Ne vagy azt hidd, hogy az Attilával mi egyetértünk. De véletlenül most ezen, de a Vendivel is körülbelül ilyen szinten vagyunk egy platformon, hogy vannak kérdések, amiben egy platformon vagyunk, vannak kérdések, amiben nagyon nem értünk egyet. Úgyhogy ne féljetek, lesz itt ellenzék. Tehát, hogy, meg azért a Dorottyával se pendülünk mi mindig egy húron, tehát ha figyelitek az adást, azért nem mindig értünk mi se egyet. Az esetek nagy többségében nyilván igen, de ugyanígy a Vendivel is igaz, van 3-4 sarkalatos pont, amiben nem értünk egyet, de az az esetek nagy többségében igen. Na, aztán Berec Róbert, Vendi kilépett, most már nem lesz nézhető a Facebookon. Ez se igaz. A másik kettő nem tudja streamelni, szerintem annyi eszük sincs, hogy csináljon egy gumiszoba rajongói oldalt, csináljanak egy gumiszoba rajongói oldalt, majd oda rakni a live videóként. Kérdésen az, Anetka show fog lennie az adásban, nem tudom miért nem lenne. Mi van? Nem mondom, hogy minden egyes mondatot. Megint nézek, Gábor, megy a Facebookon, megy. Tehát mindenkit megnyugtatok, megy a Facebookon. Robi, egy kérdésem lenne, minek mentél oda? Illetve a másik kérdés, szerintem eddig nem hangzott el az, hogy csókolom, főleg nem többször egymás után. Miért lenne Anetka? Igen, csókolom. Tehát attól, hogy egy nő van a tévében, aki még a melltartód is rajtad. Igen, tessék. És nem áruljuk az Attila szüzességét. Igen, attól, hogy egy nő nem műsorvezető a véleménye mellett kiáll a televíziós csatornán, attól még nem feltétlenül Anetka. Lehet Mónika is. Így van, lehet bárki más. Vagy Demcsák Zsuzsa. Ez az is, az is ért hozzá. A 21. század csodája, hogy a nőknek is szabad sajnos basszus véleményt formálni, ugye? Már nem sokáig. Szerencsére Magyarország keresztény ország, úgyhogy és a nyugati értékeket, vagy legalábbis a valódi nyugati értékeket vallja se. Egyelőre. És egyelőre. Trump keze ide nem ér el, úgyhogy nem. Most kivételesen nem Trumpra gondoltam, hanem a délről jövő. Igen, a szigeti veszedelem. Na jó, van még hozzászólás, vagy a telefonálót megszólíthatom? Megszólíthatom. Kedves telefonáló, megszólítalak. Szép jó estét kívánok. Szép jó estét. Vagyok. Azt szeretném mondani, hogy nagyon visszahangzik most a... Pedig lehalkítottam a tévét. Hú, nem tudom. Hát, hogyha... Van némítva teljesen, vagy csak... Na most így jó? Nekünk jó. Na, azt szeretném mondani én is, hogy én szerintem, én tudom, melyik hírportál a... Mert a startlapot szoktam behozni az interneten, és tudom, melyik az a hírportál. Már mondtuk azóta. Megkint is volt. Megnevezheted? Igen, megnevezem. A képeken látszik is, hát fél forrás megnevezéséként. Vagy a Hír 24, vagy az a 444. Vagy az Index, ez most az Index. Vagy az Index, így igaz. De most én azt mondom, hogy lehet az, hogy nem szégyelik magukat, hogy magyar ember a magyar rendőrséget, hát szóval nem tudom. Egyszerűen nem is értem, hogy miért bántják őket. A másik dolog az, hogy én is írtam, mert aztán olyan kommenteket írnak, sokszor úgy rászánom magam, és olvasom a kommenteket, hát ez valami szörnyűséges, és akkor írtam nekik, hogy én nem is tudom, hogy miért hisznek el ilyen dolgokat, mert egyébként ezt a harapott fejet is láttam én is, amit a keresett a Zoli az előbb. Igen, hát az a Zolikával. De szóval én is írtam nekik, hogy hát miért kell elhinni ezt egyáltalán, és miért kell nekünk ugrani, és akkor egymásnak olyanokat ír, hát nekem is írják, hogy én mit tudom én, K.A, meg Szipirtyó, meg mindent írnak nekem vissza, hogy meg az Orbánék tehetnek róla, meg hát szóval szörnyű. Ők főleg, igen. Akkor én meg beszéltem, mert tegnap egy kis régi osztálytársammal, ilyesmi korú, mint én, hát osztálytársam, egykorúak vagyunk, és azt mondja nekem mindjárt, mondom neki, hogy olyan törészúzás van, de nem most, az már a 70-es, a 80-as években is volt, hogy a telefonfülkéket is összetörték, meg leszették a zsinórját, meg szóval zúztak. És akkor azt mondja nekem a kis osztálytársam, ezek az Orbán féle unokák vagy, az Orbán Viktor féle, már nem, csak azért mondja, hogy az a korosztály. Hát, de mondom, hogy jutott eszed vagy Orbán Viktor? Jézus. Hát mondom, az én gyerekem is, az én unokám is abba korban van. Hát, csak azt mondom, hogy nem attól, mert hogy azok rombolnak. Na? Hát szóval, valószínű, igen. Én nem is tudom, hogy mi lesz itt kettőre a jövő évi választásig. Agyon ütik az emberek egymást. Reméljük, hogy nem. Mert az interneten keresztül is én látom, hogy olyan kommenteket írnak, hogy
föl kell akasztani a szére, a fára őket, meg mit tudom én, mit, szóval olyanokat meg bezárni a munkatáborokba. Na, milyen liberális? Milyen liberális gondolatok? Ne kívánják, mert mi voltunk recsken, megnéztük a munkat. Úgyhogy, szóval az önök is azt mondják, hogy nem szabad elhinni mindent. Én azt gondolom, hogy a mostani mai 21. századi médiában azt sem szabad elhinni, amit kérdeznek. Amit nagyon... kérdeznek. Tényleg, nem azt mondom, hogy mi vagyunk az igazság hangja pedig, de... Nem. De azért, hogy mondjam, szóval nekünk igaziból nem áll érdekünkben az, hogy hazudjunk, bizonyos hírportálokat, meg televíziós felületeket viszont bizonyos érdekcsoportok pénzelnek, nyilván arra fele kedvez, ahonnan a lóvét várja. Ugye azért igen. Nagyjából lehet látni az erővonalakat, hogy a TV2 az hova húz, hogy az Echo vagy a Hír TV hova húz, hogy az RTL igen. Klub az gazdátlan-e vagy nem. Mondjuk ki, nincsen Magyarországon független. Nincsen. Na most még annyit szeretnék mondani, akkor azt is elferdítik, hogy, hogy azt nem értem, hogy hogy vagy, mit néznek, hogy ezek a menekültek keresztény emberek, és itt az Orbán Viktorék üldözik őket. Uh-huh. Hát most szóval egyszerűen nem is értem. Nem. Hát egyrészt a menekülteknek a 90%-a muszlim vallású. Hát ezt nem keresztények. Tudod. Hát nem, az nem semmiféleképpen. Én most így mondtam valamit. Azon kívül akkor maradjunk a 90%-ok életerős 18-45 igen. év közötti férfi. Én láttam, hogy kiszedtem őket. Na, azért mondom, hogy nem kell, de ezen a videón is egy nőt nem láttunk, tehát ugye az azért feltűnt, hogy a videón egyetlen egy igen, én is azt mondom, hogy annyira fejlett már a 21. században, hogy mindennek tudnak csinálni. Ahogy már múltkor is hallgattam önt, hogy ilyen szaknyelven elmondta, hogy mi mindent meg lehet csinálni így a interneten, vagy ezekkel a kamerákkal, vagy szóval önök értenek ehhez. Hát ezt egy mobiltelefonnal a tömeget is meg tudják csinálni. De nem is kell. Ide behívtak egy 20-30-40 izét statisztát, valójában meg nem is kellett annyi. A vágóképeket egyszerűen más hírportálok képeiből ki lehet halászni, ha akarja az ember, de ki is lehet menni, és föl lehet venni, hogy ezek ott téblábolnak. A közelieket meg az valamelyik Pest közeli erdőnek a szeméttelepén, szemétlerakatánál fölveszik. Az is lehet, hogy egyébként megmondom őszintén, hogy én a 95-ben vagy mikor volt az Evita forgatás, és mi elmentünk ilyen statiszta szerepre. Láttam, hogy működik. Hát csak pont annyi, amennyit a kamera lát. A kamera látószögén kívül bármi lehet. Csináltak, készítették a filmet, és elmentünk, jó, hogy kaptunk itt egy kis fizetést, és elmentünk erre az Evita forgatásra, mint statiszták. És láttam, hogy készítik. Úgyhogy... Hát most egyébként nem kell túl messzire mennünk, nekünk sem. Pár hónappal ezelőtt forgattunk egy olyan igen? jelenetet egy filmbe, ahol tüntetés zajlik egy épület előtt. És gyakorlatilag tényleg pár tucat emberről simán el lehet hitetni azt, hogy pár száz, és azért volt egy pár környékbeli lakos, akik aggódó fejjel jöttek oda, és nem nagyon értették a dolgot, hogy látnak itt igazából tüntetőket, tömegoszlató egyenruhás mindenféle rendőröket, meg kommandósokat, és hogy most itt mi történik, mert hogy ez most tüntetés, vagy nem tüntetés, mert nagyon furcsán néz ki, és finoman... Ha volt egy ember, aki odajött üvöltözni, beállt a tömeg végébe, és a filmfa elkezdett, hogy most kormit, és vagy nézzünk rá, mi ellen tüntetsz ember, ez egy filmforgatás. Tök mindegy, csak hőbörögni kelljen. És ment oda hőbörögni. Na most még azt szeretném mondani, hogy önöknek annyira fejlett ez a technika, meg ez az internet is, hogy hát ugye, ahogy mondják, hogy meg lehet nézni, hogy például a lakásomat, vagy a házamat, vagy mondtam ennek a kis barátnő osztálytársamnak tegnap, hogy megnéztem az interneten az ő udvarát. Az udvarát meg tudtam nézni. Mert tudja, hogy abban a, hogy hívják a... Google Earth nevű igen, program. Igen, igen. Végig tudom nézni az utcákat. Hát az nem valós, vagy nem valós időkép, hanem ugye frissítik. Nekünk érdekességképpen le is fotóztuk még egy ilyen screenshottal, hogy egy pár évvel ezelőtt forgattunk egy helyszínen, ahol igen. építettünk egy díszletfalut, és még a Google Earth-ön még az volt fönn, de ott azóta az a falu már elbontásra került, és helyére egy családi ház épült. De még nem frissítették, tehát még a régi díszletfalu van ott. Igen, igen. Azért mondom, hogy fél éves, szépen. Éves, két éves, attól függ, hogy milyen régió, ami gyorsan, ütemesen fejlődő régió, nyilván ottan a frissítés is akár egy-két hónapos lehet, de ahol tudni lehet, hogy mondjuk 10 évente nem történik semmi, ott akár, mint most mondok, mint a Góbi sivatag, azt nem fotozzák be állandóan. Persze, de én például Rákospartán jártam iskolába, azt is meg tudom nézni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Nagyon jó egészséget viszi, öröm és
Szépen szép kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük továbbra is. Hamarosan egyébként, hogy így nézem, egy 5 perc múlva letelik az első óra. Uh-huh. Úgyhogy az Attila elmegy cigarettázni, vagy amit akar. Még nézzük a hozzászólásokat. Videó alatt van hozzászólás? Az előbb néztem, csak közelít, ugyebár bajlódok, mert hogyha megnyitom a videót, hogy lássak minden hozzászólást, akkor ez előbb elmentek, kiment a hang belőle, amit nem szerettünk volna. Kis Tamás kérdezi, ez a gumiszoba esetleg a Néhai Kalózok utódműsora? Egyébként szellemiségét tekintve igenis, meg nem is. Ez a helyes válasz erre, hogy igen, tartalmaz nyomokban a régi kalózokból is elemeket, mint például engem, mint ős kalózost. A Vendit is tartalmazta egy darabig, és hamarosan remélhetőleg majd újból tartalmazni fogja. Tematikáját tekintve is körülbelül ugyanaz. A kalózok talán egy kicsit kevésbé volt közéleti, inkább ilyen fiatalosabb volt. Nem tudom, te is nézted annak idején. Te nézted. Ki vagy rúgva? Ki vagy rúgva. Vissza vagy véve. Én nem tudom, mert kívülről nem látom. Tehát, hogy nekem ez ugyanaz, de nyilván mi vagy megöregettünk, mint az országút, meg az Attila is itt van. Ugye az csak mi. A magatok nevében beszéljetek. Tehát így már más, de végül is igen. Telefonálunk van? Jól láttam, uh-huh. Gáborom. Jó, akkor az adás az első óra első egy-két percé, vagy utolsó egy-két percében, akkor még a telefonálóval fogunk beszélgetni. Halló! 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 Szervusz, sziasztok! Hello. Szervusz. Örülök Attilának, mert ő tudja, milyen volt a román magyaron. Na, szép. A rendőrökkel. Így van. És azt szeretném, hogy ugyanilyen kemény fiúk legyenek a határon. Hát igen, ezt szerintem többen szeretnék. Igen, nem tudom, mennyire gondolt, hogy ez valós egyébként ez a... Vagy hogy az Attila kemény fiú. Vagy az Attila. Ahogy minket szétültek ott, Attila tudja. Tehát ahogy minket szétcsaptak, tudom. Én ugyanazt szeretném, hogy ilyenek legyenek, és büszkék lennék rájuk, hogyha ott is így helytállnának. Nagyon jó egyébként, hogy felhoztad a román meccset. Bocsáss meg, mert ugyanez a hírportál, aki most beállítja, hogy milyen gonoszak és szemetek a magyar rendőrök, akkor azt állította be, hogy a magyar rendőrök semmit se csináltak, akkor ott hát figyelj, tudjuk, hogy nekem rám írtak a rendőrök is a fész, vagy a mi a pöcsömre. Ne haragudjatok. Semmi 18-as kalikás alatt a nyomd, ereszt ki, engedd ki nyugodtan. Tehát rám írtak, hogy én milyen aljas vagyok, mert hogy mi mindig jók vagyunk, és ők meg mindig gonoszok, de... Gyerekek, én semmi más nem várok el tőlük. Védjék meg. Csak azt, ahogy ott velünk elbántak, és senkit nem fogunk utána hibáztatni. Én egyébként nem kell túl messzire menni, mert azért szerencsére ennél sokkal kevésbé pártfüggetlen forrásokból azért lehetett látni, hogy ott mi zajlott a román-magyar meccsen, hogyha most egy kicsit erre visszautalunk, a vízágyúval belülni a presszóba és ott fölborogatni az asztalokattól elkezdve, befújunk egy kanna gázszprét egy olyan helyre, ahol babakocsival anya áll a pultnál, és semmi közük az ott bent lévő embereknek, csak azok, akik bemenekültek a rendőratak elől, azoknak esetleg valami némi nemű közük van ahhoz, ami történt a pálya közelében ott a nagy kivetítőnél, de a nagy kivetítőnél is én úgy tudom, hogy semmi olyan atrocitás nem volt, ami miatt ugye el kellett volna rendelni ezt a fajta rendőri bánásmódot, de én azt mondom, hogy amit például Röszkénél csináltak utána a rendőrök, az köszönő viszonyban nincs ezzel, sokkal kesztyűsebb kézzel bántak a menekültekkel, pedig egyébként ott is elfért volna egy-két csicskalángos. Tehát, hogy ha valaki az országunkba betör, akkor az a legkeményebb ellenállással találja magát szemben. Az a vizsgálat. Nagyon. Figyelek. Most nem hallak, de nagyon egyetértünk ebbe, hogy mindenképp kellett volna az, hogy mindenki tanulja meg, hogy tiszteletbe tartsa a határainkat. Ennyi. Igen. Ez az első óra végén. Nem csak a miénket, hanem az összes többi ennyi, ország szuverén határát is. Ez egy gyönyörű végszó volt az első óra végén. Jó éjszakát nektek! Köszönjük szépen! Ne köszönjük, nézzél, mint te tovább! Ennyi volt, azt már nem nézem. Köszönöm, hogy telefonáltál. Következő óra hamarosan érkezik. Addig eltűnünk egy pici két, mindenki megy, pisi, kaki, minden. Facebookot szórakoztatod őket, Dorottya, vagy szórakoztatja őket? Hogy Facebook az első. Szépen jössz, szíre, azt beszélgettük Star Wars-ról, vagy valamiről. Na jó, mindjárt jövünk a következő óra. Visszatérünk új témákkal.